készül a homlokzati szigetelés a fehérvári laktanya 30 éves épületén. A kivitelező tavaly decemberben vette át a munkaterületet, a beruházás egy része már elkészült, várhatóan decemberre fejeződnek be a munkálatok. Az Európai Uniós támogatást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiegészítette, így további műszaki tartalmakkal bővülhetett országszerte több épület és laktanya. Az épület teljes homlokzati szigetelést, tetőtéri szigetelést, új nyilászárókat kap, valamint a fűtési rendszer is lecserélésre kerül. A régi elavult kazán, gázkazán fűtés helyett most egy hőszivattyús rendszer, egy fénykol rendszer fog biztosítani hőmérsékletet télen, ugye a meleget, nyáron pedig a hideget. A megújuló energia is szerepet kapott. Az épület a hőszivattyús rendszer működtetéséhez szükséges villamos energiát részben az épület tetején elhelyezett napelemek termelik. A laktanya gázfogyasztása már most a nullára csökkent. Úgy igyekeztünk előkészíteni is már ezt a beruházást, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy ez mivel jár. Így aztán az itt dolgozók, a tűzoltók, a katasztrófavédelem munkatársai, a kirendeltség, az igazgatóság és a hivatásos tűzoltóparancsnokság állománya is pontosan tudta azt, hogy milyen munkafolyamatok, milyen munkafázisok hogyan fognak megvalósulni, és a kivitelező pedig tisztában volt azzal, hogy itt a nap 24 órájában indulni kell a tűzoltóknak, hogyha szükséges. A munkálatok semmilyen fennakadást nem okoztak a tűzoltók munkájában. A katasztrófavédelemnél országszerte összesen 21 épület energetikai korszerűsítése történik meg Európai Uniós támogatásból.